Közös bemelegítéssel kezdődött az 5. Cserszegtomaj futás. A sport, a futás népszerűsítése volt az idén is a cél. A zenés bemelegítő gyakorlatok után a rajtvonalnál gyülekeztek az egyéni futók és a váltók tagjai. 10 órakor megszólalt a rajtot jelző kürt, és elindult a verseny. 7 évvel ezelőtt kezdtük el a cserszegtomaj futást, igazából szerettünk volna itt a településen egy ilyen rendezvény, mert még ilyen itt nem volt, és hát mindenképp úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan település, dombokkal, utcákkal, erdei terület, amit meg kell mutatnunk, és az elmúlt 7 évben 5-ször tudtunk rendezni versenyt, sajnos az elmúlt 2 év a Covid miatt kimaradt, viszont volt különböző 5 útvonalunk, tehát a településnek majdnem minden szegletét sikerült eddig megmutatni. Ez most egy hasonló útvonal a korábbiakhoz képest. A futóverseny kezdetektől a cserszegtomai önkormányzattal közösen szervezi az egyesület. Több távot választhattak a nevezők, akik először próbálták ki a hosszú távú futást, ők 2,5 kilométeres szakaszon futottak. Barátaim ösztönöztek erre, hogy fussak, meg már régóta futok, elkezdtem futni. Hát a táv az egyébként olyan is volt, de főleg, hogy párszor az egyik barátommal túlszaladtunk, de azon kívül jó volt. Nem kellett sokat várni, pár perc múlva megérkezett az első 7,8 kilométeres távot futó versenyző is. Most könnyebb volt, mint az előző 2 évben, amikor voltam, úgyhogy tetszett. Folyamatosan értek célba a középtávot teljesítők, akik a 15,6 kilométert vállalták, egy gyors frissítő után futottak a 3. körben tovább. Az 5. cserszegtomai futás távjait 114-en választották hétvégi sportolásnak.